Simon András vagyok, jó estét kívánok, játszunk egy kicsit péntek este. Képzeljék azt el, hogy egy nagyon távoli országba két miniszter bejelent valamit. Az egyiket az egészségügyért felelős miniszter, a másikat a külügyért felelős miniszter. Az egyik hír az úgy hangzik, hogy vettünk 1 millió vakcinát egy másik országtól, a másikat a másik miniszter Horvátországból üzeni meg, össze lehet rakni Mátyás király csontvázát. Önök szerint melyiket mondta az egészségügyért és melyiket a külügyért felelős miniszter? Önök most nem tudnak válaszolni, de a stúdióban itt van két úr, akik talán igen. Jó estét kívánok, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, és Komlódi Gábor ügyvéd. Jó estét. Na, szóval csak nekem fura, hogy mintha felcserélődtek volna a szerepek. Tehát a külügyminiszter beszerzi a vakcinákat, az egészségügyért felelős miniszter pedig Horvátországban megtalálja Mátyás király csontjait. Tényleg, ugye ez nem új esemény, tehát az, hogy külön szép ebben a történetben az, hogy Kásele Miklós egy híres, jó nevű orvos, tehát nem arról az egyszerűen csak a egészségügyre felelős, meg minden egyébért felelős miniszterrel állunk szembe, hanem egy tisztességben megőszült onkológussal, akinek nagyon sok mindent köszönhet a magyar rákbetegek tömegei, és ezt hosszasan tudnám sorolni, hogy sokszor ült nálam annak idején Kásele Miklós, és beszélgettünk az egészségügyi reform kapcsán arról, hogy hogyan tudunk még pénzt adni a onkológiai intézetnek, és mindig csodáltam az ő elhivatottságát. Most ehhez képest különösen szép, hogy ő ássa ki szegény Mátyást, miközben a külügyminiszter meg vásárolja a majd 3 hónap múlva ide érkező, amikor már itt lesz egyébként az unió által engedélyezett mennyiség is orosz vakcinát. Tehát szépek ezek a történetek, az ember, ha nem tudná, hogy Magyarországon él, akkor akár még csodálkozhatna is ezen. Őszintén szóval én mind a kettőt egy politikai lufinak gondolom, azt is, amit az orosz vakcinával kapcsolatosan csinál a külügyminiszter, és azt is, amit az egészségügyi miniszter csinál ezzel a csontváz dologgal, bár az is tény és való, hogy amit az egészségügy eledített, ahhoz képest azzal talán olyan nagy kárt nem okoz, hogyha csontokkal foglalkozik a jövőben. Mondjuk én elképedek azon, nyilván nem kell hozzá nagyon okosnak lenni, hogy rájöjjünk, hogy ez egy, ahogyan szoktuk mondani, egyfajta gumicsont, hogy addig is legyen miről beszélni az embereknek, amikor egyébként a témák abban az irányba vezetnének, hogy mit csinálnak az önkormányzatokkal, hogy mi történik egyébként az egészségügyel, hogy a miniszterelnök ma reggel azt mondta a televízióban, hogy ugyan működik a távoktatás, tehát meg kell oldani az érettségiző gyerekeket. Azt gondolod, hogy ez egy szándékos terelés? Mitől lett ez most annyira fontos? Hát ugye azért bocsássunk meg, ha megnézzük ezt a hírt, azt mondjuk, hogy Mátyás fiának, akiről egyelőre még a tudomány vitatkozik, hogy vér szerinti fia volt-e vagy sem, az ő génállományát, vagy bánat tudja, micsodáját fogják összevetni, és akkor abból fogjuk megtudni, hogy az inas, a lovász, vagy Mátyás volt-e az apja, tehát ezt jelenleg nem tudjuk. Az se világos, hogy ugye Mátyás, aki Bécsben halt meg, akkor most hogyan lett és hova eltemetve. Itt igazából ez emiatt mondom azt, hogy nem értem, hogy milyen új dolog történt, ami miatt itt most ezt ennyire elő kellett volna hozni. Mondom, ebből a szempontból örülök neki, hogy Kásler Miklós nem az egészségügyi konkrétan foglalkozik. Én meg pont arra gondoltam, hogy egy egészségügyért felelős miniszternek egy járvány idején nem kell különösebben keresnie, hogy kerüljön be a kommunikáció fősodrába. Hát elvettek mindent. Igen. Tehát a Káslert egyszer láttuk valamikor tavaly márciusban. Olcsom be minden nap 50 orvosként. Igen, szóval valamit, de nem, tavaly márciusban volt egy elég botrányszagú megjelenése a nagy nyilvánosság előtt, és azonnal leváltották akkor azóta pótolhatatlan Cecília asszonyra, tehát hogy nagyon gyorsan megtörtént a váltás, kikerült ő ebből az egész történetből. Ugye Pintér Sándor, a belügyminiszter vezény egyébként ténylegesen, ami megint csak egy teljes abszurditás, hogy a egyébként rendőrből lett, vezető rendőrből lett belügyminiszter, vezényi ma az egész egészségügyi rendszert, hogy katonák mászkálnak, teljesen érthetetlen, és közben a külügyminiszter pedig jár vakcinát. Hozzáteszem, hogy szerintem ez a vakcina is egyfajta eltereléses történet. Tehát és ennél azért rosszabb egy kicsit a helyzet, mert közben arra is használják, azon kívül, hogy elterelés van, amit én még értek is, mert nagyon nehéz helyzetben van a magyar kormány, mint minden kormány a világon. De miért mondjátok azt, hogy elterelés? Tehát, hogy itt van sok millió, egyébként azt mai hír, láttátok, hogy az oltási hajlandóság az örvendetesen növekszik. Egyre több ember szeretné beadatni a vakcinát, de kevés a vakcina. De úgy erősödik, hogy közben az orosz meg a kínai irányában egy kicsit se erősödik ez az oltási hajlandóság egyrészt. Másrészt pedig azért gondoljunk abba bele, hogy
ez emögött, az egész mögött van egy olyan játszma is, ami a gaz Brüsszelről szól. Nem egyszerűen ez az a történet. Ez arról szól, hogy itt ez a szemét Brüssel, aki megakadályozta azt, hogy mi hozzájussunk, és nem hangzik el az a félmondat, hogy mi ott ültünk végig, a magyar kormány illetékes képviselője, reményeim szerint nem Kásler Miklós, az összes tárgyaláson jóvá hagytuk ezeket a megállapodásokat, amik szerintem helyénvalóak is. Ami helyzet most van, az nehezen kezelhető, milliárd embereket, milliárd számú embert kéne beoltani, egy épp most feltalált valamivel. Hát ezeknek ideje van, és mire az orosz itt lesz, most ugye azt mondták, hogy 3 hónap. Addigra annyi Pfizer vakcina lesz itt, hogy nem fogunk tudni hova kinek beoltani, mert ugye közben 6,6 milliót szerződtünk le csak a Pfizerből, és akkor a többiről nem beszél. Amennyire én tudom a számokat, az Európai Unió Magyarországnak összesen a nyugaton már egyébként elfogadott és engedélyezett vakcinákból összesen 16 millió adagot, tehát 8 millió embernek elégséges adagot kötött le, és ez így, ahogy az előbb elhangzott, a folyamatos engedélyezési eljárások végbe menetére során ez egyre több, és ebbe fog ide áramlani. Tehát azért mondom, hogy ez a, és én ebben egyetértek, hogy az orosz vakcinával való szerződés, ez egy papír marad, ez arról szól, hogy mi hamarabb engedélyezünk. Itt jelzem, hogy valószínűleg azért engedélyeztük most ezt a vakcinát, mert az orosz vakcinát Magyarországon, mert látható, hogy nem sokára az Európai Unióban is engedélyezni fogják, hiszen ez a technológia nem az, mint a kínai vakcinának a gyártása. Ezt csinálták egyébként a brittek is, igen. Mindenki másnál hamarabb engedélyezték van, az egyik vakcinát, jól is jártak vele. Előbb elhangzott, hogy bizonyos... Azért ennek vannak nagy kockázatai, azt azért tudni kell. Most mert... tehát, hogy bizonyos félmondatok nem hangzanak el, például az a félmondat sem hangzik el, hogy amennyire tudom, Moszkvában nem érte még el az 1%-ot a lakosság beolt, 0,6-nál tartanak Moszkvában. Tehát jelenleg, amennyire, ha Putyinról feltételezzük, hogy ő egy felelős politikus és országvezető, akkor nagy valószínűséggel legalább a lakosságának 20%-a beoltását követően fog külföldre exportálni a vakcinából. Tehát ilyen módon, így ahogy az előbb elhangzott, nagy valószínűséggel március végére, áprilisra annyi vakcinánk lesz egyébként, hogy erre az oroszok nem lesz szükség. Ez semmi más, egy politikai lufi. Engedjük el Mátyás királyt, legalábbis, szóval, hogy Mátyás legalább nem egy megosztó személyiség, és nincs jobb oldali, meg bal oldali Mátyás király. Majd lesz, mert azért ez a vita, hogy akkor most... Most sikerül majd azzá tenni? Ebből is, ugye, ha ezt egy történész állna elő ezzel, nekem az még akár most is, mert ő éppen most jutott el odáig, miért ne beszélnénk egy kicsit másról, egyébként is itt otthon ülünk depressziósan, hát beszéljünk egy kicsit, na de hát miért nem egy szakember, miért egy orvos, miért nem egy akadémikus, aki oda megy, elmondja szerinte, ez egy izgalmas kérdés lehet, engem is érdekel egyébként, hogy most nem olyan nagyon, de egyébként el tudom képzelni, de az, hogy a magyar orvos emberminiszter, akinek a vártán kellene állnia és küzdeni azért, hogy lehetőleg ne újabb 100 körüli ember haljon meg, hanem egy kicsit kevesebb, hogy és így tovább, az ezzel a marhassággal már elnézést, most a dolog szempontjából marhassággal, tulajdonképpen teljesen lényegtelen, tényleg én is azt gondolom, hogy ez is egyfajta elterelés, valakik szóltak a Káslernek, hogy te itt vannak ezek a csontok, csinálj már velük valamit. Ha már megérkeztünk, lehet-e Mátyásból megosztó alak? Ma van a Magyar Kultúra Napja. Egyértelmű-e szerintetek a definíció? Tehát, hogy világon mindenki ugyanarra gondol-e, amikor arról beszélünk, hogy magyar kultúra? Vagy van népi urbánus magyar kultúra, meg városi magyar kultúra, van akinek Vas Albert és Tormai Cecilla magyar kultúra, és van akinek Örkény István és József Attila. Kérdésben a válasz, tehát ez így van, tehát nincsen, ahogyan ma már talán már az időjárás jelentésből is van baloldali, meg jobboldali, sajnos a kultúra is ilyen, nincsen nemzeti minimum, ez meggyőződésem, és az, ami mondjuk az SFN történik, az a fajta, ami ugyanezt történt a bírói karral is annak idején, ha emlékszünk rá, hogy ők még az előző rendszerben is bírók voltak, tehát ők valami múlt ragadványai, nem tudom, és őket el kell küldeni. Ugyanez van a művészetben is, van egy tudatos ilyen kulturális átalakulás, és igenis a párt hovatartozás az abban is megnyilvánul, hogy én melyik sportágnak kedvelem, a futballt vagy mást, hogy én melyik kultúrát kedvelem, és itt tovább. Azért annyiban hogy vitatkozzak, hogy nekem például Tormai Cecilis kultúra, nem szeretem, nem olvasom, hozzáteszem, hogy nem is nagyon olvastam, tehát műveletlen is vagyok benne, de azt gondolom, hogy a magyar kultúra része, tehát nem gondolom, hogy ki kéne írni belőle. Tehát azért az a különbség van, amikor azt mondjuk, hogy baloldal, jobboldal, hogy én a magam részek egy liberális ember vagyok, de ez most nem olyan fontos, azt gondolom, hogy a magyar kultúra része mindaz, amit valamilyen módon magyarnak, magát magyarnak való kulturális intézménynek tart, és van valamiféle értéke. Igen, Gábor, de hogyha ettől kezdve, ha azt mondjuk, hogy Vas Albert is a magyar kultúra része, nem vitatkozom ezzel.
az már kultúrpolitika, hogy Vas Albertet mennyire emelem be az oktatásba, kötelezővé teszem-e a műveit, hogy azt mondom, hogy igen, ő egy olyan minőség, amit oktatni kell, ismerjék meg a fiatalok. Ebben én szerintem a Vas Albertet speciál oktatni kellett volna már korábban is, mert egy fontos szereplő, már csak azért is, mert a jobb oldalnak egy zászlós hajója volt mindig, és fontos, hogy mi ott a zászlós hajó. De azért még egyszer mondom, hogy tulajdonképpen akkor, amikor azt mondjuk, hogy van a jobb oldal meg a bal oldal, én ezt másképp látom most. Azt látom, hogy van egy nemzeti összefogás az egyik oldalon. Én az ellenzéki összefogást minden zavarával egyebekkel együtt nem egy baloldali cuccnak gondolom, hanem valamilyen módon egy tulajdonképpen a 88-89-ben látott nemzeti összefogásnak egy sajátos, az ellenzéki kerekasztalban magam is ott üldögéltem, tehát valamennyire ezt láttam. A legkülönbözőbb értékrendű pártocskák, kisebbek, nagyobbak ültek egy az asztal mellett, és próbáltak meg közösen valamit, és a másik oldalon pedig egy központú, a kultúrát is kisajátítani akaró politikai hatalom áll. Tehát ez a helyzet, és ez nem, azért mondom, hogy nem a baloldal és jobboldal dihotómia van szerintem, mert nem érzem magam felelősnek ebben, amíg nekem közöm volt mondjuk politikusként a magyar kultúrához, én mindent elkövettem annak érdekében, hogy például abban a kulturális kánonban, amit mondjuk mi a NAD-ba annak idején betettük, benne legyenek azok az elemek is, amikről én mondjuk személyesen, hát mi közöm nekem ehhez, nem gondolom, hogy a magyar kultúra csúcsa lenne. Tök érdekes hasonlat egyébként a párhuzam, tehát hogy tényleg Csurkától Kis Jánoson át mondjuk Csóri abszolút mértékben. Még egy dolgot szeretnék nektek szóba hozni. Tegnap volt egyébként egy konferenciája a Republikonnak, önkormányzatok a NER szorításában. Itt már a cím elég kifejező. Ehhez képest Cserpalkovics András, ugye Székesfehérvár fideszes polgármestere, ma azt mondta a Népszavának, hogy nem a kormány vonja el a forrásokat, adott egy rendkívüli helyzet, amelyet a járvány okozott. Egy ilyen szituációban mindenkinek bele kell harapnia a saját ujjába. Valaki rosszul látja. Tehát az önkormányzatok vannak a NER szorításában, vagy tudomásul kell venni, hogy ilyen időket élünk. Nehéz mindenkinek. Én azt gondolom, hogy igenis valóban áldozatokat kell hozni egy olyan szituációban, amiben most vagyunk. Én ezt nem akarom elvitatni. Azonban az, akinél most a leginkább a felelősség és a döntéshozás központosul a kormánynál, annál nem látok semmilyen saját ujjába harapást, vagy semmilyen hozzáadott értéket. Például, mi történik a vállalkozásokkal, ahol éppenséggel a csőcél, nem csak csőcélben, hanem akár 10-20 éve családi éttermek, vállalkozások, kis büfék mennek tönkre azért, mert olyan szabályozás van, amit egyébként érdemes volna átgondolni, hogy vajon ki lehet-e úgy nyitni egy éttermet, hogy mondjuk korlátozunk, hogy hányan lehetnek ott, vagy mennyi ideig lehetnek ott. Ugye millió példát látunk a BKV-n közlekedő tömegekről, meg az áruházakon, és akkor ugye értetlenül áll az ember azelőtt, hogy mi az oka ennek. Vagy mi van azokkal az emberekkel, akik hitelmoratóriumot kaptak, ugye nagy durral be lehet jelent, ha mindenki boldog volt, hogy micsoda szép dolog ez a kormány, tudod, a kormány az égvilágon semmit nem csinált, a bankoknak most nem érkezik be a bevétel, azonban a rajta lévő kamatot az valakinek ki kell fizetni, és döbbent ügyfelek keresnek meg engem, hogy micsoda dolog, hogy neki kamatot kell fizetni, meglepetéssel látja. A kormány se a kamatokhoz nem járult hozzá, se máshogyan nem támogatta ezeket az embereket, ezeknek vagy ki fog tolódni a futamidő, vagy pedig meg fog emelkedni a törlesztő részletük. Tehát ezt csak azt akartam ebből kihozni, hogy értem én, hogy mindenkinek közösen kell viselni a terheket, csak én azt látom, hogy a kormánynak minden egyes gazdaság megmentő csomagbéli ötlete, legyen ez akár a parkolás, az ingyenes parkolás, vagy legyen ez akár az előbb felsoroltak bármelyike, egyik sem abban az irányban mutat, hogy ő bármit, egy fillét is hozzá akarna tenni, sőt, ennek égisze alatt elvon, tehát még bevon pénzeket. Szerintem nem ügyveled a Nemzeti Divatügynökség, mert ők például rájuk nagyon odafigyelt a kormány. Nem csinálsz vadászkiállítást, ami a legaktuálisabb. Nem látja teljes mert én azért én is azt gondolom, és ez szerintem az ellenzéki önkormányzatoknak is kéne erről beszélniük, hogy érdemes a nadrág szímek húzás, de a partnerség teljesen hiányzik. Tehát ha bajban vagyunk, az egy közös bajunk. Az úgy néz ki, hogy megbeszéljük. Közösen találjuk ki, hogy hogyan. És az az abszurdum, hogy van, akitől elveszek, és van, akinek még többet adok, az meg teljesen egyértelműen lecsupaszítja ezt a helyzetet. Nincs szó másról, mint vannak, akik büntiben vannak, akik rosszul választottak, és vannak, akik viszont megoldják ezt a problémát, mert a kormány megteszi ezt nekik. Ebben ez a vérlázító, felháborító. Nem önmagában az, hogy egy nehéz helyzetben az önkormányzatnak is szembe kell nézni azzal, hogy nehéz a helyzet. Horn Gábor és Komlódi Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én köszönöm.